Egy hét múlva Móron rendezik meg a Vármegye napot. Mint Molnár Krisztián, a Fehér Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, ez az esemény azért is fontos, mert együtt örülhetnek a közös sikereknek, megköszönhetik a vármegyei emberek munkáját. Hála jó Istennek, bőven van okunk örömre, hiszen minden gazdasági nehézség, minden probléma ellenére az elmúlt időszakban is kiválóan teljesített Fehér Vármegye, kiválóan teljesítettek a vármegyei emberek, és egy nagyon jó lehetőség arra is, hogy elismerjük azokat a hétköznapi vármegyei embereket, akik nem hétköznapi cselekedeteket hajtottak végre. Ilyen is akadt bőven, hála Istennek, a vármegyénkben évről évre, most is kiváló embereket tudunk elismerésben részesíteni. Idén Móron a Lamberg kastélyban az udvarán rendezik meg a Vármegye napot. Törő Gábor országgyűlési képviselő elmondta, a város nem csak mint a történelmi borvidék központja emelkedik ki a települések közül. Élnek német nemzetiségűek, magyarok, jöttek ide a Kárpát-medencéből is magyarok. Azt gondolom, hogy a kulturális értékeinket fel tudjuk úgy vonultatni, be tudjuk úgy mutatni, hogy az ide látogatóknak is elnyeri a tetszését. A közgyűlés elnöke elmondta, azért Mórt választották a rendezvény idei helyszínének, mert a város példaként szolgálhat a vármegye más területei számára. Egy város egy ilyen felelősséget vállal és ilyen megbízást kap, akkor nekünk méltán fogunk eleget tenni, és olyan millióval és olyan szervezői gárdával fogjuk segíteni a rendezvényt, hogy a megye polgári érezzék, hogy egy kitüntetett helyszínen vannak, és hát természetesen anyagi tekintetben is egy 2 millió forintos támogatást adunk a rendezvényhez, és mivel rendezvény cunami van a városunkban, ugye tegnap fogadtuk professzor Krausz Ferencet egy táblás ház előtt 1000 fővel, úgyhogy melegében vagyunk, nem kell bemelegítenünk, hanem szinte mentünkben fogjuk ezt a rendezvényt is fogadni. A Vármegye napot május 17-én pénteken 9 órától rendezik meg a Lamberg kastély udvarán. 8:30-kor kezdődik az ünnepség, amelynek keretében átadják a szakdíjakat és a díszpolgári címet. Délután 16 óráig bemutatkoznak Fehér Vármegye minőségi termékeit előállító termelői és kézművesei.